Hello, olvasom! Ez itt Szabadosági Könyves podcastja a Libertin könyvesboltból. Vendégeimmel hétről hétre életre szóló olvasmányélményekről és könyvekhez kapcsolódó témákról beszélgetünk. Legyen szó sorsfordító regényről, vagy egy olyan fontos témáról, amiről könyv született. Az adás második részében, ahogy már megszokhattátok, a Nincs időm olvasni kihívási a főszerep. A közel 50 ezer fős közösséggel együtt ajánlok egy könyvet, amit szerintem nektek is érdemes elolvasnotok. Induljon hát a könyves podcast! A mai adásban egy kultikus könyv nyomába eredünk. Vajon mi az oka, hogy ezt a regényt máig minden idők egyik legfontosabb és legnépszerűbb műveként emlegetik? Mit tudhat, hogy óvatos becslések szerint több mint 200 millió példányban kelt el a világon, és azt hiszem alig akad olyan, aki ne ismerné a történetet. Ugyanakkor megosztó is, mert elég erős a vita a körül, hogy gyerek vagy felnőtt könyv. Már biztosan tudjátok, hogy a Kis Herceg az a kultikus könyv, amely nyomába eredünk majd beszélgő partneremmel, aki Kovács Krisztián, az Ektopolis magazin főszerkesztője, újságíró, akivel Krisztián majdnem 3 éve, képzeld el, 2019. szeptemberében találkoztunk egy elég hasonló szituációban, akkor Stephen Kingről beszélgettünk, majd közös kedvencünknek, Ernest Hemingwaynek is szenteltünk egy egész adást, és tulajdonképpen ezt a hagyományt szerettem volna feleleveníteni azzal, hogy téged hívtalak, hogy beszélgessünk egy újabb kultkönyvről. Szóval, Krisztián, mit gondolsz, hogy vágjunk a közepébe? Szerinted mit tud ez a szerény hosszúságú, ám azért annál mélyebb tartalmú könyv, hogy ennyire brutális a világ sikere? Nagyon-nagyon egyszerűen akarok fogalmazni, akkor azt mondom, hogy mindent tud, amit tulajdonképpen egy könyvnek tudnia kell, és ez pontosan, amit mondasz is, a szerény terjedelem ellenére egyébként egy óriási presztízse is a Kis Hercegnek. Nekem van egy 10-es listám tulajdonképpen azokból a regényekből, amikről én úgy gondolom legalábbis, hogy ha objektíven tudunk nézni, rá tudunk nézni az irodalomra, vagy az irodalom történetre, akkor van 10 olyan könyv, ami szerintem a legnagyobb hatást gyakorolta. Ilyen például a 100 év magány, ilyen a Mester és Margarita, ilyen az 1984, és ilyen a Kis Herceg. Ezeknek egyébként van egy közös jellemzője. Én úgy gondolom, hogy ezek olyan történetek, akár az 1984-et vesszük, akár mondjuk a Mester és Margarita bibliai vonatkozásait, vagy éppen mondjuk a 100 év magánynak ezt az egészen feltétlen időkezelését, amik attól függetlenül is releváns tartalommal és mondani valóval bírnak, hogy melyik korban írottak és melyik korban olvassuk őket. A Kis Herceg pontosan illeszkedik ebbe a sorba. Ez ugye 1943-ban jelent meg, az azt jelenti, hogy jövőre 80 éves lesz, hogyha jól számolom, de tulajdonképpen akkor abban a közegben ugyanolyan élvezhető, és ugyanolyan értékelhető és értelmezhető volt, mint a mai korban. Ráadásul megvan az a előnye mondjuk az 1984-jel vagy a 100 év magánnyal szemben, hogy minden korosztálynak képes mondani valamit, ugyanúgy a gyerekeknek, ugyanúgy ahogy a felnőtteknek. Itt ugye az a hosszú-hosszú ideje emlegetett vita, hogy van érdemes egyáltalán gyerekek kezébe adni. Én emlékszem, hogy 3. osztályban egy rajzversenyen nyertem meg a Kis Hercegnek ezt a kiadását, amit is van most előttünk, a Rónai György klasszikus fordításával, és hallomány fogalmam nem volt, hogy miről szól. Pedig becsületesen elolvastam, a Mici Mackóval együtt, ez a kettő volt akkor gyakorlatilag ilyen ajánlót, vagy kötelező olvasmány, itt most a 90-es évek közepéről, végéről beszélünk. Most nem tudom, hogy mit mond egyébként a NAT, illetve a magyar oktatáspolitika, bár ugye annyira lassan mozdulnak benne a fogaskerekek, hogy nem hiszem, hogy túl sok minden változott volna, de a leghalványabb fogalmam sem volt, hogy miről szól ez a könyv. Maximum annyit éreztem belőle, hogy áthatja valamiféle nagyon furcsa, már-már magába szippantó melankólia, van egyfajta búcsú hangulata, egyfajta lemondó, már-már azt mondom, hogy pesszimista, még hogy ezt nem is tudtam volna így konkrétan megnevezni, amikor általános iskola 3. osztályban 10 éves korom. De hogy van egyfajta pesszimista hangvétele, de hogy a legfontosabb, és ezt szerintem a gyerekek is értik, hogy ez alapvetően az emberről, emberi természetről szól, és olyan érzelmekről, amik ugyanúgy hatnak gyerekkorban, és ugyanúgy hatnak felnőtt korban is. De igen, én azt mondom, hogy most egyébként ezt gimnazistákkal olvastatnám szívem szerint, mert majd aztán úgy is beszélünk itt az értelmezési lehetőségekről, rétegekről, de talán nekik tudna most jelen pillanatban a legtöbbet adni. És hát tulajdonképpen a sikerének a titka az, hogy 270 nyelven és különböző dialektusban jelent meg, többek közt még egy olyan indián nyelvjárásban is, amire a Kis Hercegen kívül összesen egy könyvet, a Bibliát fordítottak le, és a Kis Herceg ezen a nyelven is megjelent.
Ezt hiszem, hogy 270 darabnál tartunk, és durván 200 millió eladott példánynál, ami ugye jelen pillanatban, hogyha nem csak az emlékezetem, akkor az irodalmi örökranglistán durván a negyedik helyre, harmadik, negyedik helyre elég, valahol a Gyűrűk ura és a Harry Potter első része között anyázik. Gyakorlatilag a megjelenés óta mondhatjuk kicsit azt is, hogy determinálva is vagyunk arra, hogy mi ezt folyamatosan olvassuk, hiszen ott van, mindig a polcon van. Az egyik olyan könyv egyébként többek közt mondjuk az Öreg halász és a tengerrel, vagy az Édentől keletre című Steinbeck művel együtt, vagy mondjuk a Nagy Gatsbyvel, és még sorolhatnánk egy pár, mondjuk egy durván egy tucat olyan könyvet, aminek a megjelenése óta, évtizedek óta folyamatosan van aktívan nyomtatásban lévő kiadása. Magyarországon azt hiszem, hogy a 40, 45, 46, vagy lehet, hogy már az 50. kiadás is megjelent. Tehát tulajdonképpen mindig ott van, mindig olvashatjuk, mindig ott van a polcon, mindig beszédtémát jelent, és pontosan azért, mert minden korosztály tud hozzá kapcsolódni, és minden oldalról tudunk hozzá kapcsolódni, tehát akár a vallásfilozófia, akár a spiritualizmus, akár a pszichológia, vagy akár mondjuk a pedagógia oldaláról is megfogható a kis herceg, és ennél az univerzális mondani valónál fogva tulajdonképpen bárkit el tud érni. Említetted, hogy 1943-ban írta meg Exupéry, az fontos tudni, hogy 44-ben ugye meghal. Így van. Szerinted a sikerhez hozzátesz-e az, hogy a halálának a körülményei máig nem ismertek? Ugye, akkor elmondom itt a háttérben infónak, hogy ugye valaki úgy tartja, hogy lelőtték a gépét, mások műszakhibáról írnak, mert hogy a megtalált roncson, amit később évekkel később fedeztek fel, nem találtak lövésnyomot, de felröppentek olyan vélemények is, hogy öngyilkos lett, mert hogy akkoriban súlyos depresszióval, alkoholizmussal küzdött. Szóval szerinted, te, aki egyébként az életrajzok nagy ismerője vagy, és nagyon sokszor szoktál ilyen háttérinfokat tudni írókról, mit gondolsz, a legendák a halála körül, azok mennyire tesznek hozzá a sikerhez? Szerintem Exupéry esetében mondhatjuk azt, hogy egyáltalán nem. Tehát nagyon-nagyon furcsa azt mondani, hogy egy regény önállóan megállja a helyét, mert mindig többet ad szerintem egy olvasmány élmény, hogyha valamelyest azért ismerjük az írónak akár a világszemléletét, ami mondjuk nem feltétlenül jön át az adott művön, akár a hozzáállását az életéből, bizonyos adatokat. De Exupéry az, akinél hozzátesz, hogyha tudjuk azt, hogy ki volt Consuela az életében, milyen helyet foglalt el, vagy hogyha éppen tudjuk mondjuk a De Gaulle ellen fölhozott kritikáit, ami miatt náci kollaboránsnak bélyegezték, és amiből az által is említett alkoholizmus és öngyilkosság fakadt, illetve hogy egy rövid szökés. Már ha öngyilkosság lett, így van. Majd egyébként erről beszéljünk, mert szerintem, hogy én ebbe az irányba mennék elmélet szintjén, de majd úgy is beszélünk róla, hogy miért gondolom így. Szóval szerintem Exupérynél azért nem tesz hozzá, mert ő pont képes volt ezzel a durván 100 oldalas kisregénnyel azt a nagyon-nagyon vékony határmesdjét belőni, vagy eltalálni, vagy megtalálni, ami teljesen függetlenedik az írónak az alakjától. Még úgy is, hogy egyébként a kisherceg, hogyha reálisan nézzük, azért el is tele van didaktikus kijelentésekkel az életről, az emberek közti viszonyokról, vagy kapcsolatokról, de ettől függetlenül sem érződik rajta egyfajta ilyen messiás tudat, hogy most mindenképpen tanítani akarok, és azt le akarom nyomni az olvasó torkán. Valószínűleg egyébként erre rányomja a bélyegét az, hogy egy gyerekkönyv formájában lett ez megírva. Holott egyébként nem volt, tehát hogyha mondjuk Roald Dahl példáját, vagy az ő meséit említjük, akkor azért nem ördögtől való az, hogy egy gyerekkönyvíró felnőtteknek szóló tartalmakat, akár ideológiákat csempész mondjuk az írásaiba, de szerintem Exupéry volt az, aki ezt úgy tudta megtenni, hogy nem olyan explicit módon, hogy ebből akár felháborodás, akár ellenségeskedés fakadjon. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez az a mű, ahol teljesen leválasztható a szerző, így igazából miután ugye 1944. július 31-én hunyt el, ugye lőtték le állítólag a gépét, de gyakorlatilag azt hiszem, hogy 98-ban vagy 2000-ben találták meg magát a roncsot. Tehát igazából eltelt már durván 60 év a halála óta, amikor gyakorlatilag csak eltűntként tartották, nyilván bár ugye eltemettek állítólag egy francia egyenruhás holttestet annak idején. De hogy ezek a teóriák olyan hosszú-hosszú évtizedekkel a kisherceg megjelenése után kaptak csak szányra, hogy addigra ez már réges-régen a világ történet, vagy az irodalom történet egyik legnagyobb sikere volt. 98-ban egy halász Marseille
közelében kifogta a tengerből a karkötőjét, bele volt gravírozva a kiadójának és konszoljának a neve, igen. És akkor majd mindjárt a nő alakokról és az életében beszélgetünk. És 2000 májusában egyébként tök jól emlékeztél a dátumokra is, én azért vagyok ilyen rendkívül okos, mert itt van fölírva nekem a jegyzetemben. Tehát 2000 májusában pedig 100 méter mélyen a földközi tengerben találták meg Exupéry gépét, és 2004-ben azonosították minden kétséget kizáróan, szóval tényleg azért jó sok évvel a halála után, de akkor maradjunk ennél, hogy te akkor melyik táborba tartozol? Te azt gondolod, hogy öngyilkos lett? Én ezt a teóriát erősíteném, bár miután ugye lövésnyomok nem voltak, vagy becsapolott lövedékek nyomai nem voltak a gépén, ezért ugye nagyon hosszú ideig tartotta magát egy teória, hogy azt hiszem, hogy az osztrák vagy német ZDF csatornának az egyik kommentátora, aki szintén pilótaként vett részt a II. Világháborúban, csak ugye a harmadik birodalom oldalán, hogy állítólag ő lőtte le, és ő nyilvánosan bocsánatot is kért ezért, hogy megölte a 20. század egyik legnagyobb íróját. Aztán persze bebizonyosodott, hogy különböző feljegyzések alapján, hogy nem voltak, akkor nem volt légi csata azon a helyen, ahol Exupéry gépe lezuhant. Tehát gyakorlatilag ezt a teóriát szerintem valahol vehetjük meg cáfoltnak. Ellenben ugye ő már zuhant le korábban repülőgéppel, hiszen gyakorlatilag egy ilyen 1936-os Kairótól 120 kilométerre a Szaharában lezuhant a gépével, és nagy valószínűséggel a kishercegnek a kiinduló pontját is ez az élmény adta. De ezen kívül egyébként nagyon-nagyon ritka volt az, amikor vele valamilyen probléma előfordult. Nyilván a technikával nem tudunk mit kezdeni, hiszen ahhoz nem kell pilóta, hogy egy gép feltétlenül elromoljon. Én azért merném erősíteni egy kicsit az öngyilkosság teóriáját, bár hát itt meg felvetődik a kérdés, hogy miért éppen akkor a hullámsír, és miért bele az földközi tengerbe, de őt nagyon-nagyon érzékenyen érintette, nem csak az, hogy volt egy egészen ilyen sevelecse nélkület kapcsolata Consuelával, és mellett egyébként rengeteg-rengeteg nő ügye, Consuelának pedig férfi ügye, hiszen ők tudták azt, hogy miután ugye a postai küldeményeket kellett kézbesíteni Exupérynek, azért nagyon sokat volt távol, bár ő szerinte sok szempontból ez a kapcsolat éppen azért tudott egyáltalán valahogyan működni vagy döcögni, mert ő távol volt, mert lehet, hogy megölték volna egymást már korábban. De egyrészt ez egy olyan érzelmi viszony, ami ha elmegyek, visszatérek, azért szerintem mindenki volt már ilyen érzelmi kapcsolatban, azért tudjuk, hogy nagyon meg tudja viselni az embert egyrészt. Másrészt ugye jött az a bizonyos mondjuk így, hogy kirekesztés, ő mindenképpen harcolni szeretett volna Franciaországért, a hazájáért, de amikor felemelte a szavát De Gaulle politikája ellen, akkor a De Gaulle pártiak azt mondták rá, hogy náci kollaboráns. Ami, hogyha valaki olvasott az életrajzáról, a megnyilvánulásairól, akkor pontosan tudja, hogy a lehető legmesszebb állt tőle, hogy a fasizmussal bármilyen szempontból szimpatizáljon. És ugye tehát eljutott arra pontra, hogy a saját barátai kezdték kiátkozni, és emiatt ugye 1942-ben New Yorkba kellett szöknie már a megszállás alatt lévő Franciaországból, onnan pedig Kanadába ment, és gyakorlatilag ezt követően tért csak vissza harcolni a hazájáért. Én azt látom egyébként Exupéryben, hogy attól függetlenül óriási hivatástudat volt benne, hogy őt kvázi kiátkozta, mondjuk akár még a barátai is kiátkozták egy olyan megnyilvánulása után, ami azért egy háborús helyzetben egy ilyen szó, vagy egy ilyen bírálat, az mindig hatványozottan tud kicsengeni, mint mondjuk egy békehelyzetben akár. És én el tudom képzelni azt, hogy ez okozott benne egy akkora törést. Nem hiába emlegetik ugye a depressziót, ami nincs bizonyítva feltétlenül, csak ugye a hangulat ingadozásairól vannak leírások és az alkoholizmusáról, de ez a kettő együtt, ez azt gondolom, hogy akár eredményezheti azt is, hogy úgy dönt, hogy véget vett az életének. Írók, kirekesztett, meg nem értett írók körében van ugye ez a bizonyos Sylvia Plath effektus, ami ma már gyakorlatilag pszichológiailag is egy bizonyított tény, ugye, ami összeköti az öngyilkosságot és a művész lelket, vagy a művészi empátiát és érzékenységet. Úgyhogy azt gondolom, hogy lehet benne valami. Nem mondom azt, hogy ez így történt, de én ezt a verziót tartanám még a leginkább hihetőnek. Ez a neve a jelenségnek, a Sylvia Plath effektus. Így van, így van. Aki esetleg nem tudná, hogy a Sylvia Plath egy elképesztően ismert kortárs, mármint kortárs persze, a 30-as években kortárs amerikai költőnő volt, aki nagyon súlyos mentális betegségek között, és ugye ő 31 évesen
sütőbe dugta a fejét, és öngyilkos lett, szóval ebből ered az az effekt? Így van, ezt ha jól emlékszem, akkor talán a Berkeley Egyetem és a Stanford Egyetem professzorai kezdték vizsgálni, olyan híres művészeket hozva például, mint például Platt, vagy Hemingway, Jack London, nyilván vannak, akiknél csak feltételezett ez a bizonyos öngyilkosság, de azért komoly jelek mutatnak rá, és többek között Exupéry is ott van ezen a listán. És az egyik legfontosabb David Foster Wallace volt, aki ugye a nagy sikerű Végtelen tréfa után 12 évvel felkötötte magát. Tehát tulajdonképpen ez ma már egyfajta bizonyítást nyert, hogy a kettő között azért van összefüggés. Egyébként meg a Kishercegnek a fináléja az, ami nekem egyébként ezt valamelyest talán támasztja. Hogyha emlékeznek a hallgatók, vagy emlékeztek rá, és szerintem biztos, mert eléggé hangsúlyos, hogy miután a kisherceg végigjárja a bolygókat, találkozik azokkal az emberekkel, akik egyébként akár a Földön is élhetnek, mert erről is így is érdemes beszélni, akkor az a legeslegvégén tulajdonképpen egyszer csak eltűnik. És ez egyébként, hogyha valamiféle spirituális vagy pszichológiai értelmezést keresünk, akkor gyakorlatilag azt próbálja szerintem elmondani, hogy a világ problémáin nem feltétlenül lehet javítani. Ettől is van tulajdonképpen ez a kissé pesszimista kicsengése a finálénak, és egyébként ez a rész, amikor ugye a kisherceg meg akarja haraptatni magát a kígyóval, vagy hát a kígyó felajánlja neki, hogy megharapja, ez is lehet egyfajta cry for help típusú értelmezés, hogy akkor egy öngyilkosság útján kilépek ebből a világból, amin javítani úgy sem tudok. És ez a típusú értelmezés az, ami nekem egy kicsit ezt az öngyilkosságos teóriát erősíteni tudja. És milyen érdekes egyébként, hogy tényleg gyakorlatilag a halála előtt egy évvel írta a szóval, még akár tényleg játszódhatott is a fejében egy-két ilyen gondolat. Az értelmezésre térjünk át, csak előtte még valamit hozzáteszek. Ugye említetted, hogy egy balesetből úgy tartja legalábbis a legenda, hogy származhat a kisherceg alapötlete, hiszen napokig a Szaharában étlen szomjan sétálgatott, gyanítom, egy-két spirituális élmény is érte ott a halál küszöbén, úgyhogy ez szerintem egy egész könnyű következtetés, hogy onnan jön az alapötlet, hiszen ugye a kishercegben is tulajdonképpen egy repülőszerencsétlenséget elszenvedett pilóta az, aki a kisherceget találkozik. És ha minden igaz, ezt csak azért akarom még behozni, mert hogy a gyerekkönyv vitát esetleg erősítheti, és kíváncsi vagyok, hogy erről tudsz-e valami infót, hogy elvileg ugye nagyon küzdött a depresszió szorongás mellett azzal is, hogy nem tudja megírni főművét. Ugye a Citadellán dolgozott, aztán végül halála után jelent meg egy ilyen jó vaskos könyv. Igen. Ami egy ilyen nagyon filozófikus, én még sajnos nem olvastam, de ott vár a polcomon évek óta, nem tudom, neked volt-e szerencséd, de egy ilyen filozófikus mű, tehát sokan mondják, hogy egyébként a Citadellát is érdemes lenne, mert hogy aki szereti a kisherceget, ott egy komoly dózisú kisherceg, hogyha úgy tetszik, és hogy nem tudta megírni, és hogy tulajdonképpen volt, fent is maradt egy fotó, amikor a Consuelóval elmennek vacsorázni, vagy ebédelni, és ott a kiadója mondja neki, hogy nem akar esetleg egy gyerekkönyvet írni. És lehet, hogy ez a gyerekkönyv, vagy felnőtt könyv, és hogy hogyan keveredik a dolog, ez lehet, hogy innen is ered, nem? Hogy a felkérés tulajdonképpen egy gyerekkönyvre vonatkozott, ugyanakkor azt hiszem, mintha egyfajta fricskaként csinálta volna azt, nem? Hogy oké, írok egy gyerekkönyvet, de hát na, értitek, azért ez nem gyerekkönyv, vagy azoknak a gyerekeknek gyerekkönyv, akik még megmaradtak belül gyereknek, nem tudom. Azért gondolom, hogy ebben lehet valami, mert most itt van előttem a kisherceg, úgyhogy az ajánlásból felolvasnék csak egy rövidke gondolatot. Ugye Exupéry egy jó barátjának, Léon Vertnek ajánlotta a könyvet, amit ugye le is ír az ajánlásban, hogy furcsa lehet egy gyerekkönyvet egy felnőttnek ajánlani, és így fogalmaz, hogy kérem a gyerekeket, ne haragudjanak, amiért ezt a könyvet egy felnőttnek ajánlom. Komoly mentségem van rá, ez a felnőtt szélese világon a legjobb barátom. De van egy másik mentségem is. Ez a felnőtt mindent meg tud érteni, még a gyerekeknek szóló könyveket is. És nekem ez a gondolat mondja azt, hogy lehetséges, hogy a kisherceg az tulajdonképpen egyfajta fricska, a kiadó fele is akár, vagy akár az olvasók fele is, de egyébként meg ez az érdekes, hogy itt 100 oldalban össze tudta foglalni a saját filozófiáját, nem szükségeltetett tulajdonképpen hozzá Citadellán, nyilván ezt ő máson is nem tudhatta meg. Értelmezések. Többször is utaltál rá, hogy akkor az értelmezésekről beszéljünk. Nekem nagyon tetszik a fináléval kapcsolatos értelmezésed, hogy a kígyó harapás is lehet egyfajta ilyen feladom az életet, és nekem úgyis már csak a halál maradt. Viszont ami
Szerintem az egyik legizgalmasabb értelmezés, és talán a kis herceg egyrészt a brandje miatt lett szerintem ekkora nagyon nagy sikerű 200 millió példányban eladott történet, de ott van az a két fontos motívum, ami egy ilyen nagyon-nagyon jellegzetes és megkülönböztethető művét eszi, a rózsa és a róka. És ugye az értelmezések szerint ez két fontos nő alak az életéből, kezdjük a rózsával, ugye utalgattunk is már rá, hogy Consuelo volt a felesége, akivel, mint mondtad, egy nagyon viharos kapcsolata volt, folyamatos féltékenységi jelentek, és hát ha lehet hinni a fennmaradt forrásoknak, akkor kölcsönös egymás megcsalása. 31-ben egyébként néhány hetes ismerettség után vette el, úgyhogy valószínűleg nem gondolt bele, hogy mi lesz. Nagyon sok vitájuk volt nyilván az Exupéry távolléte miatt is sokszor, és hogy azt mondják, hogy tulajdonképpen a Consuelo megfelelője a rózsa, amely gyönyörű, bár kissé hiú, és amelyet ugye a fiú otthagy tulajdonképpen a bolygóján, hiszen otthagyja Párizsban, amikor elmegy New Yorkba. Szóval, hogy azért ezt a legendát egyébként még az is erősíti, hogy Consuelo később a Rózsa emlékiratai címmel kiadott egy könyvet, úgyhogy azt hiszem, hogy ez is... Elismerhetjük, hogy ez így van. Igen, nagyon érdekes, azért tudnánk gyakorlatilag szerintem napestig beszélni a kis herceg értelmezéséről, mert annyi-annyi irányba el tudunk menni. Az a szimbólumrendszer, amit Exupéry használ, az egyébként tulajdonképpen egyfajta spirituális szimbólumrendszer. Ebben ugye benne van a sivatag, benne van a szomjúság, benne van a víz, benne van a rózsa. Ugye a rózsa az sok szimbólumrendszerben az érzelmekhez kötődik, a szívhez kötődik, a szerelemhez kötődik. Innentől fogva már akkor át is léphetünk, hogy valójában ez egy bocsánatkérés, vagy egy elszakadást megmagyarázó mű tulajdonképpen, de szerintem sokkal hangsúlyosabb az a típusú, hát mondjuk így, hogy a civilizált nyugati világból való kiábrándultságot megfogalmazó mondani való, ami nem is annyira bújik meg a felszín alatt, mint amennyire egyébként elemezhetővé válik. Csak hogyha abból indulunk ki, hogy azon kívül, hogy van egy lezuhant repülőgépre tett említés, meg talán a későbbiekben egy Törökország és egy Kemal Atatürk említés, ezen kívül semmiféle a modern, civilizált világra semmiféle utalás nincsen. Tehát mondhatjuk azt, hogy gyakorlatilag a teljes környezet ez egyfajta ilyen archaikus környezet leírás tartalmaz, egy gyakorlatilag a 18-19. Században is játszódhatna, különösen amikor mondjuk a lámpagyújtogató megjelenik, aki egy olyan alak, aki tulajdonképpen mondjuk ez ilyen 18. század vége, 19. század elején számított kvázi egy ilyen általános foglalkozásnak, és ha megnézzük azokat a bolygókat és a bolygók szereplőit, akikkel találkozik, akár mondjuk geológust tudnám így hirtelen említeni, akkor ők mind olyan típusú emberek, vagy olyan típusú foglalkozások, és tényleg a lámpagyújtogató az egyetlen kivétel, akik a civilizáltságot, a tudományt, egyfajta magasabb szintű képzettséget jelentenek, és azt látjuk, hogy ezek a hihetetlenül tájékozottsággal bíró szereplők semmiféle, mondhatjuk, hogy érzelmi élettel, vagy érzelmi léttel nem bírnak, vagy létezéssel nem bírnak, és gyakorlatilag az egyetlen szereplője a műnek, és a pilóta sem kivétel, hiszen ugye ő sem akar gyakorlatilag barátkozni a kis herceget, csak egy nagyon érdekes jövevénynek tekinti. Az egyetlen, aki valóban érzelmekkel bír, ő a kis herceg, aki meg akarja érteni, hogy az emberek miért úgy működnek. Egyébként egy nagyon, most nem fogom tudni kikeresni azt a részt, de nagyon jellemző példa, amikor az Iszákossal beszélget, és a pontos szöveg nem fogom tudni felidézni, de ugye megkérdezi, hogy miért iszol, és mondja, hogy azért, mert szégyellem magam. És miért szégyeled magad? Azért, mert iszok. Tehát, hogy is ilyen rendkívül, most ez ma már sajnos mondhatnánk, hogy ilyen konyha bölcsességekkel van tele a kis herceg, de azért azt gondolom, hogy ezek sokkal, de sokkal markánsabbak. És azt látjuk, hogy ezek a szereplők a tájékozottságuk szemben sem tudják értelmezni tulajdonképpen ezeket a gondolatokat, amiket a kisherceg visszafordít, vagy letükröz tulajdonképpen nekik. És ugye itt jutunk el a következő értelmezéshez, hogy ez vajon mennyiben Exupéry belső monológia saját magával, akár mondjuk az a bizonyos sivatagi élmény kapcsán, vagy mennyire egy felnőtt és egy gyermek párbeszéde tulajdonképpen, hiszen azt véghangsúlyozza is Exupéry, hogy ő maga is elveszíti a gyermeki naivitást, amint felnövünk, tehát gyakorlatilag mindenki, aki felnőtt, az úgy lesz felnőtt, hogy egy hatalmas veszteséget cipel magával, azt, hogy elveszítette a gyermeki naivitást, hiszen ugye a gyermekek nem jellemző, a gyermekek még tudnak élni, és ezt most így idézőjelben mondom, egy varázsvilágban.
és a felnőtt elveszíti ezt a varázsvilágot, vagy felcseréli kvázi a realitásért cserébe, és Exupéry azt mondja, hogy amikor megvan még a képességünk a varázslatra tulajdonképpen, és ezt mondhatom szerintem ilyen allegorikusan, akkor meg megvan a képességünk a szeretetre, megvan a képességünk a másik megértésére, a barátkozásra, a barátságra. Amikor ez megszűnik, amikor felnőttek leszünk, akkor onnantól fogva gyakorlatilag elkezdünk ragaszkodni azokhoz a felszínes dolgokhoz, a tulajdonhoz, és akkor most mondhatnék mai példákat, az autóhoz, a jó Instagram profilhoz, stb. És tulajdonképpen visszakanyarodva az elejére, hogy mi is okozza a kis herceg sikerét, hogy a mindenkorban értelmezhető mondani való, hiszen most, amiről beszéltünk, szerintem ez pontos, tökéletes lenyomata 2022-nek mondjuk, és hogy 2022-ben hogy működnek az emberek. Tehát szerintem ezért tudott egyrészt ennyire népszerű lenni, és ezért tud ilyen sok emberhez kapcsolni, mert rengeteg értelmezési lehetőségem, és aztán akkor még nem beszéltünk a vallási szimbólumokról, még nem beszéltünk a többi spirituális szimbólumról, de a lényeg egyébként, és hogyha nagyon-nagyon röviden akarom megfogalmazni, hogy mi is szerintem az értelmezési lehetőség, a legfőbb értelmezési lehetőség a kishercegnek, akkor az emberek közti interakciók elsorvadásáról szól. És ki a róka? Ugye, én egy önértelmezést tudok, miszerint ugye Exupéry New Yorkban írta meg a kis herceget 1940-ben, és hogy volt egy nagyon jó barátja, Sylvia Hamilton, aki az utólag, tehát az utókor úgy tartja, hogy ő lehet a bölcs róka, aki barát volt, akivel rengeteget levelezett, aki állítólag neki adta oda a kéziratot tulajdonképpen az illusztrációkkal együtt, és hogy gyakorlatilag a nő rendkívül jól főzött, ugye ellátta sokszor Exupéryt, és így szelidítette meg tulajdonképpen ezt a világhírű szerzőt. Én azt gondolom, hogy abszolút, tehát nagy valószínűséggel, hogyha konkrét utalást keresünk, akkor valószínűleg Hamiltonról van szó, de én egy kicsit úgy szerettem mindig értelmezni, akár Exupéryt is, vagy ezt a momentumot, hogy ez a róka, ez tulajdonképpen a mindannyiunk életében jelenlévő baráti eszményt próbálja megjeleníteni. Tehát azt a barátot, azt a társat, aki mindig mellettünk tud állni. Mert különösen manapság, és szerintem egyébként ez a második világháború kellős közepén sem feltétlenül volt másként, azért tudjuk jól azt, hogy barátkozni borzalmasan nehéz. Tehát szerintem a hallgatóink 90%-a, ha most megkérdeznék őket, akkor azt mondanák, hogy a legtöbb barátságuk óvodából, általános iskolából, de legkésőbb gimnáziumból származhat, és nagyon-nagyon ritkán kötünk már 35-40-50 éves korban életre szóló barátságokat. Ráadásul, miután ugye a mű központi témája az, hogy ezek a kapcsolatok hogyan sorvadnak el, hogyan nem teszünk eleget értük, hogy fenntartsuk őket, én ezért merem ezt úgy értelmezni, ezt a rókát, hogy ő az az eszmény, ő testesíti meg azt a barátot, amire mindannyian vágyunk, amit talán mindannyian meg is érdemelnénk, de amit pont a viselkedésünknél fogva nem kaphatunk meg. Hiszen ugye a kis herceg is a végén tehát gyakorlatilag felszívódik, ez nagyon bután hangzik, de gyakorlatilag ő is eltűnik a végén, és a barát ott marad. Ez milyen szép értelmezés, meg jó gondolat, nekem ez tetszik. Még beszéljünk az újrafordításokról, mert szerintem ez egy nagyon fontos dolog, főleg azért, mert van itt is egy nagyon érdekes dolog, amit olvastam, ami magyarázatot adhat arra, hogy miért gyerekkönyvként tekintünk a kishercegre, szerintem hibásan. Első fordítása a Magvetőnél jelent meg 1957-ben Cigány Miklós jóvoltából, aztán egy évvel később a Kárpát könyvkiadó vállalat jött ki Vámos Pálné fordításában, majd a Móránál 1970-ben született meg a Rónai György klasszikusa, amit említettél, a legtöbben ezt olvastuk, meg ezt szeretjük. De egyébként bármennyire megdöbbentő, mert 9 fordítása létezik magyarul. Igen. Ugye mi ennek az oka? 46 évvel azután, hogy Rónai lefordította a kisherceget, ugye lejártak a szerzői jogok. Talán ez sok hallgató tudja, hogy 70 év a szerzői jog, a szerző halála utáni 70 év. És azután felszabadulnak a jogok, tulajdonképpen bárki rárepülhet és kiadhatja. És 4 újrafordítása, illetve 4 új kiadása jelent meg ekkor 2015 környékén. És mit köszönhetünk az újrafordításoknak? Tette fel egyébként egy rendkívül jó cikk a kérdést, amit találtam, és annyira jól rávilágít arra, hogy az újrafordítások megmutatják és világossá teszik azt,
hogy a Kisherceg nem gyerekeknek való olvasmány, ugyanis kizárólag felnőtt problémákról szól, erről most te is beszéltél sokat. Tehát a felnőtt nosztalgiája, az örökre elveszített gyerek lénye, és egyáltalán ugye Exupéry válásának is a balladája története tulajdonképpen benne van, így, hogy a rózsáról is sokat beszéltünk. És hogy egyenesen azt írja a cikk, hogy rónai bűne, hogy tegezte a Kisherceg tulajdonképpen a rózsát, és hogy visszatekintve az első fordító Cigány Miklós is az eredetihez hűen magázta a Kisherceg és a rózsa magázolt egymással, és hogy tulajdonképpen a gyerekek azok, akik mindenkit tegeznek, és ezáltal Rónai tulajdonképpen infantilizálta a szöveget. És gyerekkönyvét tette. És gyerekkönyvét tette, és gyakorlatilag azóta gyerekkönyvként tekintenek rá és olvassák, és nem tudom, én Kisherceg párti vagyok. Szerintem sokan tudják, te is tudod, gyűjtöm őket. Rendkívül megható, amikor olykor-olykor külföldről valamelyik olvasó barátom hoz nekem egy kiadást, ukrántól, oroszon át egyébként nagyon sok nyelven megvan, és sok kiadásban, tehát tényleg most már egy külön polca van a Kishercegnek. Nem tudom, ez a kattanás nekem honnan jön. Valahogy nem vagyok egy nagy gyűjtögető, de ezt de szerintem. Vannak ennél rosszabb szenvedélyek is, de vannak, igen, ez még talán tartható. Tehát én nagyon szeretem, de látom, amikor egy ilyen megosztó dolog, nagyon sokan azt gondolják, hogy ezek ilyen jaj, közhelyek, meg jaj, ezek a mondatok, de igazából az utókor tette közhelyé, hogy ahogy említettük is a 40-es években, ilyen elképesztő életigazságokat ennyire átlátni, és akár a mai korra is teljesen érvényesnek leírni, azt gondolom, hogy ez egy óriási teljesítmény, és hogy talán a megosztottságának az is az oka, hogy ugye sokan tényleg gyerekként rosszkor találkoznak vele, nem értik, nem látják ezt az alsó réteget, hogy tulajdonképpen akármilyen izgalmas, hogy Exupéry életével mennyire egyébként párhuzamba hozható, erről sok mindent mondtunk, illetve hogy tényleg ez egy konkrétan egy filozofikus tanmese. Igen, szerintem egyébként a legnagyobb probléma, és ez nagyon sok, hogyha belegondolunk most így a NAT jelenlegi állásába, ugye azt üdvözöltük, vagy üdvözölték széles körben egy hatalmas eredménynek, hogy Agatha Christie-ből ajánlott olvasmány lett. Most Agatha Christie 100 évvel ezelőtt írta a legjobb műveit, egy olyan arisztokrata világot ábrázoltak, amivel kétlem, hogy manapság túlságosan sokan azonosulni tudnak, a mai gimnazisták közül meg pláne nem. Tehát ezzel szemben nyilvánvalóan ezt szerintem felesleges is jobban belemennünk, mindenki tudja, aki járt iskolába, hogy rendkívül rossz a leosztása ezeknek az olvasmányoknak. 5.-6. osztályban Egri Csillagokat és Kőszörű ember fiait olvasni, 3. osztályban Kisherceget olvasni, logikát nem talál benne szerintem senki. Aztán persze a mai 30-as, 40-es korosztálynál, legalábbis akikkel én találkozom, nagyon sokan legyintenek, hogy jó van, hát mi is túléltük. Na igen, csak hogyha megnézzük még a statisztikákat, akkor a statisztika azt mondja, hogy ennek a 30-as, 40-es korosztálynak ma 13%-a az, aki vesz könyvet a kezébe, mondjuk egy alkalommal évente. Tehát akkor megkérdezhetjük, hogy oké, túléltük, de ez az eredménye neki, tehát hogy a hosszú távon nem lettünk olvasók, és nyilvánvalóan olvasó felnőtt csak olvasó gyerekből lesz, szerintem azért nagyon ritkán fordul elő az, hogy valaki 35-40 évesen talál az olvasás örömére, van persze példára. Igen, sok olyan könyv van egyébként, és nem a Kisherceg az egyetlen, de talán a leginkább élő példa rá, hogy mennyire félre tudjuk értelmezni ezeket az olvasmányokat. Ahogy mondtam is, én nem adnám egyáltalán gyerek kezébe a Kisherceget, mert ahogy én sem, meg szerintem te sem, nem, egyszerűen nem is érthetjük, hogy miről szól. Bizonyos hangulatokat, bizonyos érzelmeket érzünk, vagy kiérzünk belőle, de alapvetően ettől függetlenül ez nem lesz egy olyan élvezetes olvasmány, a rövidsége ellenére sem, amire azt mondjuk, hogy na jó, akkor olvassunk még, és akkor keressünk még mondjuk Exupéryt, vagy ehhez hasonló filozofikus tanmeséket. Nagyon-nagyon jó kérdés egyébként, hogy miért kell, vagy miért nem tudunk változtatni azon, hogy a Kisherceg még mindig 3. osztályban kötelező olvasmány. Szerintem egyébként ez valahol hát azzal magyarázható, hogy Magyarországon egyébként is nagyon lassan mozdulnak a dolgok, és ez független attól, hogy most politikáról beszélgetünk, mert ne beszélgessünk politikáról, de gyakorlatilag bármire jellemző ez, hogy hosszú-hosszú évtizedes berögződéseket egyszerűen nem tudunk elengedni, holott a legtöbb külföldi országban a Kisherceg réges-régen nincsen ott, sokszor már az ajánlott olvasmányok között sem. Várjuk ezzel akkor a Kisherceget.
meg kis herceg témát, nyilván órákig tudnánk tényleg még beszélgetni róla, de szerintem így is adtunk egy nagy adag plusz információt talán ehhez a fantasztikus műhöz. Én azt gondolom, hogy érdemes felnőttként akár újra elővenni, tehát hogyha ezt hallgatjátok, és gyerekként olvastátok, és nem értitek a kis herceg lázat, akkor azt gondolom, hogy felnőttként egyszer vegyétek elő, és olvassátok el. Én is azt gondolom, hogy nem gyerekeknek való, úgyhogy talán attól meg inkább tartózkodjunk, bár felolvasni egy gyereknek igazából bármit lehet és érdemes, pláne hogyha egy szülő mondjuk rajong a kis hercegért, és mondjuk gyűjti, akkor azért nem követel szerintem óriási vétséget, ha felolvassa a gyermekének, de szerintem is maradjunk annyiban, hogy ez inkább egy felnőtt könyv. Viszont van itt még egy téma, amiről szeretnék veled beszélni, hiszen, mint említettem, az elején 3 évvel ezelőtt találkoztunk, és hát 3 év alatt nagyon sok minden történt, nem csak az, hogy múltkor még nem itt vettük fel a podcastet, hiszen nem is volt még könyvesbolt, de hogy te meg ráadásul megírtad életed első regényét, Hiányzó történetek címmel egyébként, közben meg is tudom mutatni, mert nagyon praktikusan pont ezen a pontban van, azok kedvéért, akik YouTube-on néznek minket, megírtad Hiányzó történetek címmel a regényed, ami egyébként szerintem egy fantasztikus olvasmány, hogy mindenkinek ajánlom, Krusovszky Dénes volt a szerkesztője, ugye az Akik már nem leszünk sosem című könyv, sikerkönyv szerzője. Könyvbemutatón volt szerencsém veletek beszélgetni, meg Kepes Andrással, úgyhogy én olvastam, én szerettem, én mindenkinek nagyon ajánlom, de hogy azt mondtad az előbb végszónak tulajdonképpen, hogy hosszú-hosszú évek óta berögzött dolgokat tulajdonképpen nem tudunk. Hogy is fogalmaztál, sokkal jobban mondtad te, hogy ezek így lerakódnak, és nem így van, tudunk ezeken változtatni. Hát kicsit erről szól a te regényed is. Tulajdonképpen igen. Beszéljünk arról, hogy honnan jött az ötlet egyáltalán. Az ötlet az nagyon személyes vonatkozású, hiszen ugye ez egy gyakorlatilag egy nagyapa élettörténetének a feltárása. És nyilván az alap kiinduló pont az a saját nagyapám története, akit 1945. januárjában a Leventék, és nyilasok elhurcoltak, hogy Leventének képzik majd ki, és aztán a vége az lett, hogy Linci vonatoztatták őket, ahol több társával, olyan 17-18 éves fiúkkal így beléptették őket a Hitlerjugendbe. És aztán, hogy ez már nagyon a háború végén történt, tehát gyakorlatilag már Hitler az emlékiratait diktálta szerintem Martin Bormannak, amikor ez az egész történt, így aztán nyilvánvalóan felszakadt a kötelék, és meg tudtak szökni, elfogták őket az amerikaiak, és Bécs környékén átadták a szovjeteknek, ő így kerülhetett haza. És nem maradt senki, aki el tudná mesélni az ő történetét. Én nagyon-nagyon hosszú ideig egyfajta közönnyel viseltettem a felmenőim felé, mert úgy voltam vele, hogy persze, igen, léteztek, az ember tudja, tisztában van vele, gyerekkorában hallott történeteket a papa combján ülve, arról, hogy milyen éhínség volt, hogyan telepítették ki, milyen viszonyok voltak. De ezek olyan történetek, amire legyintettünk, mert hát, hál' Istennek, már nem ez van. És én nagyon későn kezdtem megismerkedni az ő életükkel, azokkal a viszonyokkal, amikkel nekik szembesülni kellett. De tulajdonképpen ennek a nyomán született meg a Hiányzó történetek. És az egyik legfontosabb motivum az volt, hogy akárkit is kérdeztem, mi olyanokat, akik még ismerték a nagyapámat, csak momentumokat tudtak felidézni az ő életéből. És gyakorlatilag a Hiányzó történetek cím is ebbe próbál egy kicsit kapaszkodni, hogy egyrészt ezek a történetek hiányoznak ahhoz, hogy akár a saját helyünket, a saját magunkat értelmezni tudjuk, másrészt pedig ezek hiányos történetek is, hiszen senkinek az életét nem tudjuk tökéletes családregénybe foglalni, mert hogy ezek a történetek tele vannak lyukakkal, tehát maximum azt próbálhatjuk meg, hogy valamiképpen rekonstruáljuk azt, ami velük történhetett, és tulajdonképpen ennek egyfajta már fiktív törekvése a Hiányzó történetek. Kontinenseken átívelő nyomozás tulajdonképpen, ahol az unoka nyomozza, hogy vajon mi történt a nagyapával, és honnan ered ez a rengeteg trauma és elfolytás és szorongás, amit a családjában tapasztal. Az apa-fia viszonyok nagyon foglalkoztattak, változtatott ez bármit rajtad a regény megírása óta, hiszen sokszor mondják, hogy az írás az egy ilyen felszabadító, igen. Azért alapvetően, ha belegondolunk, akkor ezt az országot mondjuk az 1930-as évek óta, akármikor Rákosi rendszer, a Kádár rendszer, 56 rendszerváltás, annyi, de annyi különböző fajta politikai ideológia mozgatta, hogy az gyakorlatilag merném mondani, hogy észrevétlenül nyomot hagyott mindenkinek a lelkén, de sajnos ez nem annyira észrevétlen, és tulajdonképpen ez a transzgenerációs trauma, ez a részemről ide is kanyarodik vissza, tehát én nem feltétlenül a nagyon divatos pszichológiai vagy spirituális értelmezésben gondolok rá, hanem inkább abban, hogy a mi, mondjuk mostani 30-as generáció hagyatéka,
az valahol egyébként a Horthy rendszer környékén indul, ugye az én nagyszüleim még akkor éltek, vagy akkor már éltek, és ők ezeket a, hát mondjuk így, hogy léleknyomorító ideológiákat cipelték magukkal, ennek szellemében nevelték az én szüleimet, akik nyilván ennek szellemében neveltek engem, és így aztán az én hagyatékom, az tulajdonképpen nem csak az én 35 évem, hanem sokkal, de sokkal messzebbre nyúlik vissza, akár 70-80-90-100 évre is, és én megpróbáltam egy kicsit a jelennek az eszközeivel értelmezni a múltnak a bűneit és elhallgatásait. Hú, ez szép mondat volt, és végszónak sem rossz. Krisztián, nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat. Azt gondolom, hogy a Kisherceg mellett, ha más vizekre veznétek, akkor olvassátok el egyébként a hiányzó történeteket is, mert szerintem megérdemli. Én azt érzem, meg gondolom, aztán javíts ki, a tévedek, de lehet, hogy te erre nem fogsz tudni mit mondani, hogy tök jó példa vagy arra, hogyha valaki igazán sokat olvas, akkor utána fog tudni írni egy jó regény. Nem biztos, hogy persze mindenkinek megvan a képessége és benne a kezében ez a tudás, ha tetszik ez a képzavar, de az tény, hogy kevés ember van, akit ismerek, aki nálad egyébként többet olvas, tehát egy iszonyúan olvasott ember vagy, és szerintem ez látszik a munkádon is, mert az engem rendszeresen fölbőszít, amikor olyan ír könyvet, aki egyébként nem szokott olvasni. Úgyhogy téged ez a vád nem érhet. Szépen köszönöm. Köszönöm, hogy köszönöm én is. Nincs időm olvasni kihívás 2017. januárjában indult, és mára egy közel 50 ezer főt számláló közösség vagyunk. Rendezvényekkel, magazinnal és egy igazi könyvesbolttal, ahol most ez a podcast is készül. Az elmúlt 5 év során rengeteg visszajelzést kaptam azzal kapcsolatban, hogy milyen sokan találtatok vissza az olvasáshoz ennek a közösségnek köszönhetően, és rengetegen inspirálódtok innen, hogy mit olvassatok. Arra gondoltam, legyen ez az első közösség által szerkesztett podcast, így a könyvajánlóimhoz a NIOK tagok véleményéből is szemezgetek. Ezen a héten, ha már egy francia szerző könyvével foglalkoztunk Krisztiánnal, akkor maradjunk Franciaországban, egészen pontosan Párizsban. Ezen a héten Janet Kathleen Charles a Párizsi Könyvtár című regényét vettem le a polcomról, amit Csáki Judit fordításában olvashatunk. A regény története párhuzamosan fut, egyik szálon főszereplünk Odile, aki egy 1939-ben élő fiatal párizsi lány, és élete álmát valósítja meg, amikor felveszik könyvtárosnak az impozáns amerikai könyvtárba, és még a szerelem is rátalál. A másik szálon már a 80-as években vagyunk, ahol Lili, a Montanában élő magányos kamaszlány, felfigyel idős szomszédjára, az előkelő ám távolságtartó hölgyre. Lili kutatni kezd az idős nő múltja után, és ahogy az sejthető, kiderül a múltból egy olyan sötét titok, amely az egész addigi életüket megváltoztathatja. Ami miatt én imádtam a regényt, az a 40-es évek Párizsának bemutatása. Az ember tényleg azt érzi olvasás közben, hogy ott van a nácik által megszállt utcákon, ott van a könyvtárosokkal, akik az utolsó leheletükig küzdenek azért, hogy a könyvtár nyitva maradhasson. Hiszen mikor lenne a legnagyobb szükség a könyvekre, ha nem akkor, amikor az emberek rettegnek és teljesen kilátástalannak tűnik az életük. A történetnek ez a szála egyébként valós alapokon nyugszik. A Párizsban lévő amerikai könyvtár valóban létezett és létezik, és valóban nyitva állt végig a II. Világháború alatt, hogy ne csak a könyvek lapjainak segítségével, hanem egy ponton már valójában is menedéket nyújtson a rászorulóknak. Na és lássuk a NIOK tagok véleményét. Egressi Kati azt emelte ki, hogy több II. Világháborús könyvet is olvasott már, amelyek szinte mindig ugyanazokat az erkölcsi kérdéseket vetették fel, de eddig nem gondolt bele, hogy mit jelenthetett a német megszállás egy könyvtár dolgozói számára és olvasói számára, akik valódi kis emberi közösséget alkotnak. Szerinte ez egy olyan regény, amely sokáig motoszkál még olvasás után az ember fejében. Szuna Ágnes pedig azt írta, hogy elgondolkodtató könyv, amely kicsit lassan indul, de a mondani valója nagyon megfogta, amit kiemelt, hogy különösen fontos leckét is tartalmaz a szavak erejéről, hogy egy rosszkor kimondott mondatot nem lehet meg nem történté tenni. Mekkora súlya van, visszafordíthatatlan eseményeket vonhat maga után. Szóval nem csak szórakoztató, hanem még tanulhatunk is belőle. A történetben van szerelem, barátság, árulás, szerethető karakterek, és minden, ami kell egy szívhez szóló történethez. Megható, megrázó és tanulságos is egyben, és egy óda a könyvekhez, a barátsághoz, Párizshoz, és nem utolsó sorban a hétköznapi hősökhöz. Úgyhogy még egyszer, Janet Kathleen Charles, a Párizsi Könyvtár. Olvassátok el!
Szabadossági könyves podcastjét hallottátok, hogyha szeretnétek látni, nem csak hallgatni, akkor irány a YouTube csatornám, ahol a teljes adásokat a könyvesboltból nézhetitek végig. Hogy ez a podcast és a hozzátartozó képi tartalom megvalósulhatott, köszönet jár a Just Now csapatának. A műsor zenei és utómunkaszerkesztője Szűcs Dani, a szerkesztő pedig Gajó Dorottya volt. Egy hét múlva újra várlak benneteket, addig is a könyv legyen veletek! Köszi, hogy megnézted a könyves podcastem videós formában, de ha csak hallgatni van időd, akkor keresd minden héten a podcast lejátszókon, például a Spotify-on. Ha maradnál a videós formátumnál, akkor pedig iratkozz fel, hogy ne maradj le a következő részről sem.